Talán nem kell adathalmazokkal bizonyítani, hogy a legtöbben évek óta egyre több időt töltünk tévézéssel, és ezen belül több külföldi filmet és tévéműsort nézünk, mint valaha. E filmek és sorozatok globális piacra egyszerre sok százmillió nézőnek készülnek. Külföldi történetek, külföldi helyszínek, külföldi szereplők. Ami ezekben magyar, és csak ez, a szinkron. És mivel a legtöbben, beleértve a gyerekeinket is, naponta több órát is eltöltünk a képernyő előtt, felértékelődik a külföldi műsorok magyar fordításának és hangjának minősége. Egyre fontosabb tehát, de amint látni fogják, szó sincs róla, hogy egyre jobb lenne. Íme. Anakin Skywalker, bemutatom Obi-Wan Kenobit. Magyarországon csak szinkronizált, főleg amerikai filmekkel tudnak bankot robbantani a filmforgalmazók, és kizárólag magyarul beszélő filmekkel képesek csúcsnézettséget produkálni a tévétársaságok. Felmérések szerint ugyanis a magyar nézők nem kedvelik a feliratos filmeket. Ha az ember kezébe vesz egy műsorújságot, szembetűnő, hogy csúcsidőben egy-egy sorozat kivételével lényegében nem sugároznak magyar filmeket a tévécsatornák. Megszámoltuk. Az MTV, az RTL és a TV2 február 24-e és március 2-a között összesen 41 külföldi sorozat 101 epizódját és 4 magyar sorozat 12 részét kínálja a nézőknek. És összesen 23 külföldi és 2, azaz 2 magyar játékfilm. Ezek a számok tekintélyes szinkronköltséget takarnak. Az amerikai szuperprodukcióknál nincs gond, hiszen a forgalmazók kifejezetten igénylik, hogy portékájuk minél igényesebben szólaljon meg magyarul. A többi szinkronok esetében azonban egészen más a helyzet. Néha nagyon ideges vagyok, mert úgy érzem, hogy oda vannak csapva a munkák. Sokszor ingadozik a minősége és a hangminősége. A közönség, amikor leül a tévé elé, vagy a kazettát beteszi a videóba, és megnéz egy filmet, és azon a szinkron pocsék, akkor tulajdonképpen ugyanaz történik vele, mintha bemenne egy áruházba egy téli kabátért, kifizetné, és kijönne egy rövidújú ingel. A hét által megkérdezett valamennyi színész úgy látja, a televíziókban és a videókazettákon hallható szinkronok minősége egyre silányabb. Biztos vagyok benne, hogy csak a pénzen múlik. Mi máson múlna? Mi máson múlna? Ha valaki nem szeret engem, akkor is jobban jár, ha velem csináltatja. Szóval, hogy mondjam, az én rühelhetem a falusi péket, de muszáj nála kenyeret vennem, mert ő süti a legjobbat. Hát nem leszek a magam ellensége. Az erő legyen veled! Nagyon sok olyan ember került a pályának erre a részére, aki ebből él meg, annak ellenére, hogy bármifajta múltja lenne a színészettel. Ez azért közérdek, mert a magyar népesség, a magyarul beszélő népesség 2 évestől 102 évesig, ha akarjuk, ha nem, a magyar szinkronokból tanul meg helyesen magyarul beszélni. A színészek által megszólaltatott magyar szövegnek tehát nagy a felelőssége. Az igényes magyar szöveg sokba kerül, a gyengébb színvonalú fordításoknak akár a többszörösét is megéri. Színész és szinkronrendező abban egyetért, hogy a minőségromlás egyrészt a szakma felhígulásával, másrészt a több éve változatlanul megalázóan alacsony szinkronszínészgázsikkal, harmadrészt pedig a szinkronok felgyorsított tömeggyártásával magyarázható. Az utánpótlás képzés minőségéről azonban megoszlanak a vélemények. Nincsen szinkronszínész, csak szinkronizálni tudó színész van. A szakmán belül többször elhangzott, hogy nincsen szinkronszínész. Saját véleményem az, hogy van szinkronszínész. Meg akartam, mondd ki háromszor. A hölgy, akit most munka közben látnak, Tomasevics Zorka. A rendező mostanában Budapest egyik szinkronszínész képzőjében tanítja a jövő magyar hangjait. A szinkronszínész iskolába bárki beiratkozhat. Nekem semmi bajom, Ellison. De ennek a blúznak igen, ezt kellene felvennem. Ez egy kicsit elcsúszott. Igen. Mozgasd meg a szájadat, ezt kellene felvennem, az nem baj, hogy ellenszenvesét teszed, mert most nagyon rohadt, szegényke, csak nem artikulálod ki. Jó. Megy még egyszer. Nekem semmi bajom, Ellison, de ennek a blúznak igen. Ezt kellene felvennem. A tandíj a 2 éves képzés alatt 400 000 forint.
a hatékonyság pedig... Tőlünk kikerült szinkronszínészek körülbelül a 30%-a, aki pályán marad, aki kisebb vagy nagyobb szinten szerepel. Tomasevics Zorka szerint mindenkinek joga van azt tanulni, amihez kedve van. A Hétnek elárulta, ő most becsüsnek tanul, de kétli, hogy valaha is becsüsként fog dolgozni. A szinkronizálásról megjegyzi. Magyarországon jelenleg sokkal kevesebb szakdiplomás szinkronrendező van, mint amennyien ezzel foglalkoznak. A mai szinkronokat nem tudom, kik ismeretlenek végzik, lehet, hogy ők is tanulták valahol, de nem ezt látom az eredményen. A szinkronrendező felelőssége, hogy milyen egy filmnek a szinkronja, és nem pedig a szinkron színészképzőjé, és nem is a színészé. A filmet a rendező készíti, úgy gondolom. Nővér! Nővér! Mi történt? Megtámadott egy télon. Ebben a stúdióban éppen egy amerikai sci-fi sorozat magyar hangját készítik. Az úgynevezett süket szobában dolgozó hölgy Kevicki Szilvia, aki 2 éves iskola elvégzése után kezdte el kölcsönadogatni a hangját. Szilvia állítja, őt nem csak szinkron színésznek képezték ki, hanem egy kicsit színésznek is. Én úgy gondolom, hogy meg lehet belőle élni. Én még kezdő vagyok, mert még csak másfél éve csinálom, másfél éve szinkronizálok, de nagyon nagy remény van bennem, és bizalom abban, hogy egyre jobban fogom csinálni, és egyre inkább fejlődök, és meg fogok belőle élni. A stúdióvezető is úgy látja, hogy egyre gyengébb minőségű magyar hangok hallhatók a televíziókban. A minőség hosszú távon jó befektetés, tehát mi igyekszünk úgy dolgozni, és remélem ez többé-kevésbé sikerül, hogy egy adott minőségi színvonal alá nem vagyok hajlandó alá menni. Balogh Mihály megemlítette, tudomása szerint van Nagyváradon egy olyan szinkron stúdió, ahonnan a megrendelő elhozatott egy népszerű sorozatot, mert a fanatikus rajongók sorozatosan tiltakoztak a film általuk gyengének tartott szinkronja miatt. Más források azonban azt állítják ugyanerről a stúdióról, hogy arcátlanul olcsón és gyengén dolgozik. Irány tehát Nagyvárad. Megérkeztünk a Nuku palotába. A helyszíni leltár. Számítógépes hangmintát is rögzítő színész nyilvántartás. 4 vadonatúj stúdióhelység. Őszinteség és a Nagyváradi Állami Színház magyar művészei. Riportkészítés során még soha nem hallottam ennyi negatív jelzőt egy leendő forgatási helyszínről, mint erről a Nagyváradi Szinkron Stúdióról. Amikor megérkeztünk, teljesen családi környezet fogadott minket, és barátként álltak hozzánk. Furcsa mód, sokkal emberibbek a szinkronizálás feltételei, mint jó néhány magyarországi stúdióban. Sőt, itt még a pénz sem tabu téma. Kis Csaba az egyik hazánkban is fogható, kizárólag telenovellákat sugárzó csatorna egyik vezető magyar hangja. Csak szinkron keresettel nagyon jól meg lehet élni. Ez mennyi magyar forintba számolva? Hát ez a munkától függ, de egy olyan, nem tudom, konkrétan egy ilyen 100 000, 140 ezer forint között mozog. Jó hónap esetén, amikor van munka. Tehát abból itt Romániában nagyon jól meg lehet élni. Nagyváradon saját fejlesztésű szoftver segítségével magyarítják a filmeket. A rendszer lényege, hogy a színész a képernyőn látja a szöveget, és csak a saját szövegét látja. A papírt elfelejtheti. Azt is látja, mennyi idő alatt kell elmondani a szövegét. Ez a rendszer a stúdióvezető szerint látványosan felgyorsítja a munkát. Szerintem ez egy sztereotípia. Lassan már kezdünk hozzászokni ahhoz, mert sajnos sokszor belebotlunk ebbe a véleménybe, hogy minden, ami Magyarországon kívül, esetleg Erdélyben vagy Romániában készül, az gagyi. Mi próbálunk jó minőséget, próbálunk maximális teljesítményt nyújtani. Bárány úr azt mondja, azért tudnak lényegesen olcsóbban dolgozni, mint a magyarországi stúdiók, mert ők elsősorban az angol tulajdonosuk által üzemeltetett csatornák számára készítenek szinkronokat. Így állandóan van munkájuk, és nem befolyásolja árképzésüket
A Magyarországon a 90-es évek óta őshonos ár aláígérgetéses rendszer. A sci-fi botránnyal kapcsolatban megjegyezte, már a munka elején sejtették, hogy botrány lehet abból, ha egy népszerű sorozat összes magyar hangját lecserélik. Ők nem érzik hibásnak magukat emiatt. Mint mondja, a külföldi megrendelő elfogadta az általuk készített minőséget, csak a magyar nézők tiltakoztak. Újra Budapest, a Mafilm szinkron stúdiója. Itt évente úgy 40 amerikai szuperfilmet szinkronizálnak. Itt készült például a Baljós árnyak, a Titanic, a Harry Potter, a Gyűrűk ura és a Függetlenség napja című filmek magyar hangja. Jelenleg a hamarosan látható Taxi 3 hangfelvételei zajlanak. Ezért kár, hogy nem hallgatsz rám. Oké, 19-es, tehát akkor ezzel a szöveggel mehetne. Látod, ezért kár, hogy összetocsogod az ülést. Nyugi, csak víz. Nem, ez hó, most még. Amit ezt tudod, tafoltod. Jó, majd kipucolom a kocsidat. Elárulnád, hogy mivel? Nézd, ha azt mondom, kiganajozom, akkor kiganajozom, világos? De nem ár, tisztaságnál nem lesz lettél. Haber Ferenc stúdióvezetőtől megtudtuk, egy mozifilm szinkronizálása 5 naptól egészen 2 hétig tarthat. Ezt követően további 5-6 napig tart a keverés, és csak ezután tekinthető késznek a film. A legtöbb szinkronhang szám szerint 203 a Titanicban beszél. Ezt a Függetlenség napja követi 180 magyar hanggal. A legnagyobb kihívást pedig a Csillagok háborúja sorozat jelentette számukra. Jar Jar Binks magyar hangját csaknem 80 órán keresztül rögzítették, miközben egy tévéfilm teljes szinkronja akár 4-5 óra alatt is elkészülhet. Minden szereplő hangját külön kell fölvenni, és maga egy tekercs kidolgozása is lényegesen több időt vesz igénybe, mint például egy videószinkronnál. Ennek köszönhető az, hogy egy film szinkronnak az átfutása, az többszöröse egy videószinkronnak. És természetesen az ára is. A 7 egymástól független forrásból származó információi szerint egy 90 perces tévéfilm szinkronizálása 250 és 330 ezer forint között mozog, míg egy mozifilm magyar hangjának elkészítése ennek az összegnek minimuma 6, maximuma 12-szerese. És akkor még nem is szóltunk arról, hogy bizonyos filmek esetében a külföldi jogtulajdonos azt várja el a stúdiótól, hogy klónozzák az angol szöveget magyarra. Ezt a munkát egy többnyire még magyarul sem beszélő megfigyelő felügyeli a hangstúdió vezérlőjéből. Az egyik tehát azt mondja, hogy egy autentikus belső színházi, színházművészeti módszerekre emlékeztető alkotó munkával reprodukáljak egy új hangsávot, a másik pedig azt követelő, hogy csinálja meg annak a másolatát. A nevem Bond, James Bond. Ő pedig József, Láng József. Te mondom, ez olyan... Látod, hogy verekszik, és utána mégis olyan elegáns marad, ezt egy picikét öblögetni kellene. Szóval nem saját hangodon, de olyan kicsit olyan bársonyosan megcsinálni. Szóval, na menj be! Ne? Szóval ez az kész. Ennyi volt. Így lett angyali hang a művész úr hangjából. Majd karaktere annyira összeforrt Roger Moore személyével, hogy később az angol királynő titkos ügynöke, a 007-es is ő általa szólalt meg magyarul. Láng József elárulta, mi is kell pontosan a profi szinkronhoz. Meg lehet tanulni a szinkron. Ennek van egy gyakorlati része, ehhez kell egy nagy adag tehetség még, hogy ugyanazt a szituációt, ugyanazt az érzésvilágot, ugyanazt az indulatot hozzam vissza, amit látok a vásznon.